Üdvözlöm a kedves nézőket, jó estét kívánok itt a világ zsidó szemmel. Üdvözlöm Önöket, Breuer Péter vagyok, és már is mondom, hogy a világ zsidó szemmel mai és megszokott csapata. Interneten, aki inkubátorba teszi magát, Seres Attila, a zsidó sajtos mogul, nem sajtos, hanem sajtó mogul. Szia Attila! Jó napot, jó estét! Jó napot, jó estét! Nála még ez volt a kérdés, hogy ezek a madárkák magnóról csiripelnek-e vagy élőben. Ezek szerint élőben, de majd küldünk macskákat, mert az irítség meg ez, hogy bezzeg nálam itt a az stúdióban. Az adás időpontjában már alszanak. Az, már a madarak elalszanak? Igen. Annál jobb lesz a macskáknak, könnyebben. Jobb lesz a macskáknak, könnyebben befülkészik őket. És természetesen itt van velünk, mint egy jó lakott napköz is, egyenesen talán az Adriáról vagy a Balatonról. Emkende Péter, az Adriáról vagy a Balatonról? Nem, kérem szépen, hanem a nem túl távoli ember roppant vadregényes Drégely-Palánkról. Honnét? Drégely-Palánk. Hol van ez a térképen? Szondi két apródja meg. Így igaz, tessék a... Szóni két apródját fellapozni, de attól még nem mielőtt tudjuk még, meg, hogy... Tehát, hogy végigfutnánk, az a kérdés, hogy most is el lehet mondani a múlt hét legfontosabb eseményét? Aki mer, az nyer. Ami Seres Attilánk visszatartotta magát, pedig neki aztán tényleg egy egész listája akkor, van. De te legyél akkor rendhagyó. Mindannyian tudjuk, hogy te egy büszke közel-keleti vagy, rajta mondjad. Akkor elmesélem azt, hogy tehát ott voltunk Drégely-Palánkon, és három napon keresztül elmentünk Barassagyarmatra, ami Drégely-Palánktól 25 kilométerre van. Nem város. Mi van Barassagyarmaton, ami nincs Drégely-Palánkon? Például okay, van egy nagyon kiváló strandja Barassagyarmatnak, ahol csúcsidőben 50 embernél nincsen több. Tehát zseniális, de nem is ez a lényeg. Első alkalommal péntek délelőtt elmentünk, ha már bementünk Barassagyarmatra, akkor gondoltuk, megnézzük az imaházat, plusz hát, hogy nyitva van a zsidó temetőt. Eljutottunk a temetőbe, ahol éppen a helyi gondnok valamit ottan szerelt, de ott volt a helyi elnök is, aki először azt mondta, hogy hát nincs látogatási idő, mondtuk, hogy nem látogatni jöttünk, megnéztük, hogy hát, hogy nyitva van-e, csak bekukucskálni. Majd bementünk, és azt mondja a helyi elnök nekem, hogy magát valahonnan ismerem. És honnan ismer, kérem szépen? A Heti TV. A világ zsidó szemmel és a Pilpul című műsorokból. Úgyhogy remélem a májad kellően és növekszik. Különben nem engedtek volna be, tehát nem rád nézett és azt mondta, hogy na jó, egy zsidót beengedünk, akkor is nincs látogatási idő. A temetők nyitva szoktak lenni, kivéve zsidó ünnepeken. Nem, azért ez nem olyan egyszerű, hiszen ugye ez nem... Nem tudom, hogy most hogy volt, de mindestre általában zárva van a temető, van egy telefonszám, föl lehet hívni, hogyha valaki meg akarja nézni, de teljesen mindegy, most éppen nyitva volt, illetve ott valamit dolgoztak, és azt mondták, hogy hát ugye a tévéből. Nagyon, remélem ez neked. Nagyon jó. Köszönjük ezt a pozitív reklámot, és bízunk benne, hogy ők nem csak téged ismernek, hanem a műsort és a műsor többi vendégét is. Emlegettek valami Breuert, de nem tudtam hova tenni neki. Azt hagyjad, de az nem vetted udvariatlanságnak, remélem, hogy olyan udvarias volt a gondok, hogy meg ön zsidó, és be akar menetlenül többen, igen, itt a helye. Nem tudom, hogy odafigyeltél-e a különböző írásjeleket a Péter mondani valójában. És akkor itt van velünk Gyarmati István nagykövet. Köszönöm a múltkori helyettesítést, szenzációs voltál. Ugyanazt mondtad, hogy nem fogsz közbeszólni annyit, amennyit én, hát ízlések és pofonok. Tehát ez egy közel-keleti műsor, nyugodtan, ha valakinek mondani valója van, csak szóljon közbe. Igen, mi történik veled? Akkor én is egy heti tévés élményt mesélek el. Egyik barátom, komoly külpolitikai szakértő, azt mondta, hogy ő és a fia, az ő fia az olyan 25 év körül egyetemista, hogy nekik az a heti apa-fiú programjuk, hogy összejönnek valahol, lesznek ilyen rákcsálnivalókat, és a heti tévének a műsorait nézik. Hát szerényen mondom, hogy azokat, amiket én csinálok, de azért a többit is.
Úgyhogy azért ez egy, majd meg kéne honosítani, nem? Hogy a heti tévé barátai kör, vagy valami ilyesmit. Dolgozunk rajta, nagyon pozitív. Seres Attila nem bírja, hogy ő nem szólalhatott meg, akkor főrabbi, főszerkesztő, főkántor úr, fő, nálad egy egész lapot fogunk engedjük meg a mogul úrnak, hogy hozzászóljon. Rasi, tiéd a szó! Hát először talán tegyük helyre ezt a mogul szót, nekem semmiféle sajtóbirodalom is, tehát engem te nem ogulozz, de... A Rád Józsét kitalálta ki, és kicsinálta meg. Tehát valóban elég sok zsidó tematikájú honlapnak a fejlesztésében és kitalálásában vettem részt, de nekem személy szerint csak a hírolvasón van, meg a luakom, ami olyan nagy. És a sófár? És akkor, hogy mi volt a múlt héten, az a kérdésük, mert akadozik, azért nem értem pontosan. Mert akadozva beszélünk. Igen, igen. Hát a múlt héten Izraelben ugye tovább fokozódik a helyzet a koronavírus járvánnyal kapcsolatban, emiatt már én is aggódva próbálom küldözgetni a lányomnak a lehetőségeket, hogy tudna esetleg vészhelyzetbe hazajönni. Az északi határon, tehát a libanoni, szíriai, izraeli határon voltak villongások, amikkel kapcsolatban van külön véleményem, hogyha majd esetleg szóba kerül. És hát most egyelőre részem. Egyelőre ennyit, és akkor már is adjuk a szót a főrabbi úrnak. És akkor én is a hétvégi programról számolok be, hogy ne lógjak ki a sorból. Kedvenc úti célomat követtem, Vácrátóton jártam a botanikus kertbe, ez egyik hobbim, már a virágok. És a pénztárnál megkérdeztem, mondták 1400 forint a belépő. És akkor végignéz rajtam a pénztárcsán, nem a heti tévéből ismerem ön? Mondom, de igen, akkor 2800. Azt hittem, hogy azt mondják, hogy a főszerkesztő ugyan nyugdíjas, magának csak 500. Én is azt hittem. Jó. Tehát akkor ez nem volt nyerő a heti tévé, vagy ez csak a vicc kedvéért mondtad így. Vicc, hát Vácrátóton azért nem sok zsidó élhet feltételezésen. Bízunk benne, hogy a zsidó közösségi televíziót, aki zsidókról, nem csak zsidóknak jeligére szól, és van az éterben, úgyhogy bízunk benne, hogy hamarosan majd a heti rádiót is boldogan fogják hallgatni a hallgatók, legalább annyian, mint a nézők. Arról nem is beszélve, hogy hamarosan pörögni fog, hogy mindenki készüljön, aki idáig nem látott minket, hisz szeptember 1-től a Vodafone UPC lánykori nevén, felnőtt nevén Vodafone UPC közvetíteni fogja a készülékekben, akiknek ilyen előfizetése van, az alapcsomagban a heti tévét. Én viszont arról kérdezek téged, hogy augusztus 1-i dátummal megjelent az új kőnyomatos Beezrat Hashem, új élet. Isten segítségével egy új élet. Mit csináljunk a régivel, ha van új élet? A régit azt érdemes eltenni, mert mivel ez a Sip utcának a brendje, mondta a Mazsihisz elnöke, ez egyre értékesebb lesz, tehát a jelenlegi névérték 200 forint, ahogy megy majd az idő, egyre többet. Hát már a méhbe is többet ér, mint 200 forint, mert hogyha ennek a súlyát lemérjük, akkor... Igen, de nem tudom, hogy van-e még méh. Az az érzésem, hogy az már nincsen. Én bízom abban, hogy ebben az országban, ahol annyi zöld párt van, csak összeszedik a nyomtatott újságok maradványait. Nem téveszti össze, szerkesztő, a méhekkel? Azok szoktak szorgalmasan szedeget, gyűjtögetni. A Közel-Keleten a méhek, meg Magyarországon is idén rossz termés várható tőlük, de bízunk benne, hogy az újságolvasók azért összegyűjtik és elteszik. Szijjártó Péter Izraelben a beszámoló. Ez át van véve a hírügynökségektől? Igen, fotó, MTI, KKM, Boros Mátyás, milyen visszhangja a cikknek a külügyminiszter izraeli látogatásáról? Kérdezem mindannyiukat, talán te vagy a rangi. Én a saját visszhangomról tudok megbízhatóan beszámolni.
De nem Tihanyban voltál, hanem valahol máshol. Vácrátóton. Vácrátóton, de most a Veselény utcai visszhangról beszélünk. A Péter azt hiszi, hogy én elfelejtettem, hogy ilyen rövid lenne a memóriám, csak azt akartam, hogy valaki más szépen, magyarosan, öblös hangon. Igen. Tehát lehet politizálni, lehet más nézeten valaki, mint a kormány. Nekem speciál jól esnek ezek a hírek. Végignéztem a helyszíni közvetítést, beszámolót, videóról, meghallgattam a szónokokat. Én jól éreztem magam az alatt, és nekem, engem megnyugtatott ez a hír. Hogyha ez megnyugtat, én határozottan jól éreztem magamat. De... És azt tudjátok-e, hogy milyen ügyben tárgyalt, milyen együttműködési területeken tárgyalt Szijjártó Izraelben? Hát a kérdést, a költői kérdést föltetted, nem vonjuk meg a lehetőséget tőled. Válaszolj. Elmond, hogy sikerélményed is legyen. Tiéd a szó, Attila. Hát csak egész röviden egy, de számomra mindenképpen meglepő és tulajdonképpen örvendetes fejleménynek tűnik. Most az űrbe fogunk eljutni, tessenek odafigyelni. Űrügyi együttműködésre készül. Én amikor ezt hallottam, nekem egyből Mézga Géza jutott eszembe, igen. Úgyhogy hát a Holddal kapcsolatban mind a kettőnknek vannak tapasztalataink, egy magyar kutatócsoport, egy Puli nevű szerkezetet próbál feljuttatni a Holdra, hát ugye az izraeli pedig tavaly, az izraeli próbálkozást az tavaly közvetítettük szinte élőben, hát mind a kettőn van még mit fejleszteni, úgyhogy a két kis népnek komoly együttműködési lehetőség. Erre csak annyit tudok mondani neked, hogy merjünk nagyok lenni. Csak szörnyű ez a magyar nyelvben, ez a, mi az, hogy ürügyi megállapodás, hogy ki tud több ürügyet találni majd a jövőben. Ez kicsit... Főszerkesztő úrban előjött a főszerkesztő, nagyon kardososan volt ez a emek kérdés megfogalmazva, és aki választad, az nem Cigány György, hanem a nagykövetünk. Mi a kérdés? Merjünk nagyok lenni, és miért űrügyi? Valaki keresse űrügyeket arról, hogy mit, miért nem. Hát, űrügyek keresésében jók vagyunk, hiszen Izrael is, meg mi is, tehát abban nem kell együttműködni. Én azt gondolom, hogy itt nem az a túlságosan nagy, a legnagyobb jelentősége, hogy itt most bizonyos, hát nyilvánvalóan nem túl nagyméretű űrkutatási dolgokban együtt fogunk működni, az is nagyon fontos. Mégpedig azért, mert az űrkutatás az nem csak egyszerű űrkutatás, hanem az, ha van high-tech területe a világnak, akkor az az. Tehát ez azt jelenti, hogy az izraeli meg a magyar technikai technológia együttműködés is egy nagyon fontos területen előrelép. De egyáltalán én azt gondolom, hogy együttműködési megállapodásokat kötünk Izraellel, és abban ilyen is van, amit ugye egyébként azt mondanák, hogy hát nem, ez nem a legfontosabb, de azt mutatja, hogy ha szabad ürügyet találnom arra, hogy optimista legyek, hogy a többiben nagyon jó az együttműködés, ugye, mert nem azt kell most, hogy a legnagyobb kedvezmény elvét adjuk meg egymásnak, mert ugye azon már régen túl vagyunk, hanem most már van idő meg energia arra, hogy ilyen hát viszonylag kisebb kérdésekben is együttműködjünk. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó jel, és hát ugye ez a high-tech együttműködés az mindig sokat használ. És hogy kellőképpen kihasználjuk a feldobott labdákat. Seres Attila azt fogja elmondani nekünk, hogy az orosz berendezések miért figyelték az amerikai gépjárműszerűséget ott fönt az űrbe, és hogy milyen tűzre került ott sor. Csillagháború van, vagy mi van? Attila? Hát, hogy tűzre került volna sor, arról nekem nincsen információm. Egy gyanú merült föl, hogy valamilyen orosz űrfegyver is került oda, de lehet, hogy a nagykövet úrról többet tud. A Szijjártóról még csak annyit szeretnék elmondani, hogy egy másik nagyon fontos témáról is szó volt. Hát következménye vagy folyamánya volt ennek a látogatásnak az, hogy Szijjártó explicite megerősítette, hogy Magyarország ki fog állni minden Izraelt elítélő
határozattal szemben az Európai Unióban és a nemzetközi szervezetekben. Gyorsan mondjuk együtt, hogy úgy legyen ommén, igen. És hogy Magyarország, a magyar politika, a magyar külpolitika nagyon bízik a Trump-féle rendezési tervben. Bízunk benne, hogy ez is sikerülni fog. Itt ül mellettem ugye a sokszorosan fő, hát a főszerkesztő tulajdonképpen Zoltai Gusztáv születésnapja alkalmából egy nagyon érdekes módon szerette volna üdvözölni, hisz, ha jól tudom, elmúlt a 80. születésnapja. Mire is gondolok, az első oldalon emlékeztünk egy cigány vezetőre, Bogdán Lászlóra. Nem roma felkiáltójel, cigány. Miről van itt szó, és hogy kerül ebbe bele Zoltai Gusztáv? Úgyhogy a Zoltai Gusztáv ügyvezető... Ha segítségre van szüksége, ott van egy... Majd egy fél szemmel ide nézek. Ügyvezető igazgatói korában tűnt fel ez az ember, hogy holokauszt emlékművet épített Cserdibe. Na most ez nem egy jellemző, de akkor még csak homályosan sejtette velem, hogy az illető cigány. Csináljak vele egy interjút erről. Megkerestem, csináltam egy interjút, és ez tűnt fel nekem, hogy egy abszolút roma külsejű embert megkérdezek, vagy akkor olyan roma, ugye a biztonság. Nem, én cigány vagyok. Na innentől kezdve elmesélte, hogyan hord fel Pestre, hordanak fel élelmiszereket, és osztogatják ingyen a legszegényebb városrészek, Józsefváros, egyéb helyeken. És akkor ez tényleg felkeltette a mindenkinek a figyelmét, és azután hosszú szünet, míg egyszer csak jött a hír, hogy mit tett önmagával. Tegnap volt egy hosszú műsor részlet egyik csatornán vele kapcsolatban, és nem véletlenül mondta, legalábbis az én szubjektív megjegyzésem szerint, hogy a riporter, szándékosan nem kérdezünk rá ott helybe, Cserdibe, hogy mi a véleményük, hogy ez valóban öngyilkosság volt-e, vagy nem. Szándékosan nem kérdezünk rá. Számomra hihetetlen volt, ez is szubjektív, egy ember az aktivitása, a segítőkészsége, a mások segítésének kellős közepette, sikerélmények kellős közepette önmaga válik meg az életétől. Szóval nekem ez tényleg valószínűtlen, de nem akarom befolyásolni a nézőket. Ha végignézték tegnap ezt a műsort, egyszerűen elképzelni nem tudják, hogy történhetett. Ez ha így történt. Emkedve Péternek, mintha véleménye lenne. Nem, csak hozzáfűzni valom lenne. Én amikor elindult ennek az embernek a pályafutásán, akkor találkoztam vele, beszélgettem vele, de nem is ez a lényeg, bocsánat, hanem Magyarországon élő cigányság, az mondjuk három nagyobb csoportra osztható, és ebből van egy csoport, amelyik mondjuk többek között, vagy jelentős részben a Baranya, Somogy, Zala, Tolna megye vidékeken él, ők azok, akik magukat nem romának hívják, hanem cigánynak hívják egyébként. Már azért is, mert ugye azt a nyelvet, nem, tehát ők más nyelvet beszélnek, ezért hívják ők magukat cigánynak. Tehát nem az úgynevezett lovári cigány nyelvet beszélik, hanem a bejást. Értem. De arra emlékszel, hogy most annélkül, hogy összehasonlítanám, hogy a rendszerváltás előtt az a szó, hogy zsidó, nem szerepelt, mi izraeliták voltunk. Meg mózesítőek, meg mindenféle. Nem, azután lettünk zsidók, tehát itt a roma és a cigány, hogy nem-e politikai véletlen, hogy nehogy az illetőt faji. Persze, ez egyfelől igaz, de mondom, akik itt élnek, és akik innen jönnek mondjuk közéletet élni, ők maguk a minden megszólalásban azt mondják, hogy cigány. Akkor szerintem a Bogdán ezért mondta, hogy ő nem roma, hanem cigány, abszolút, nem politikai okokból? Nem, ez abszolút mérte. Lehet, hogy politikai okokból is természetesen, de azért is, mert ott, ahonnan ő jött, ott mindenki ezt a szót használja saját magára. Köszönöm, emlékeztünk akkor egy helyi vezetőre, aki életét visszaadta az örökkévalónak.
A címoldalon azt is olvashatjuk, hogy feltételezhetően a mai magyar zsidóság, ami éppen állítólag fénykorát éli, kántor és előimádkozó hiány van, hisz az Orzsén külön felvétel van kántoroknak, és előimádkozói tanfolyamot is indítanak. Ugorjunk, mert nekem semmi közöm nincs az Orzséhoz, úgyhogy nem, ezt kérték, hogy tegyük közé, közé tettük. Azt akarja mondani a magyar rabbikar Doenje, hogy a rabbi továbbképzésbe nincs elképzelése, vagy valamit hozzáadni valója? Vagy annyira el van foglalva sok főfőfőséggel? Nem vagyok elfoglalva, és nagyon sok elképzelésem van, de mivel az egyetem nem tart igényt az én elképzeléseimre. Hát mert az egyetem abból indul ki, hogy van egy magyar törvény, ami azt mondja, hogy 70 éven felül, én ismerek olyanokat, akik 40 év alatt sem kéne már, hogy bárhol akár vendégóraadók legyenek, viszont tanácsadónak és vendégelőadónak egy... Bocsánat, én az Orzséhez nem értek, de az Orzsé nem egy magánegyetem? Az egyetemi törvény vonatkozik rá. Magánegyetemeken másképp van ez a 70 éves korhatár. Nem tudom. Ez egy egyházi egyetem magánkézben, egy akkreditált, tehát az állami törvényeknek megfelelően. Meg kell feleljem. Olyan, mint a közgáz, mint a Kodolányi, és most már egyre több egyetem. Vagy a színművészeti. Ez nem sokára, igen. Már az, igen. De mindegy, hát ne szóljunk bele az jó. Orzse, az én itt szeretném a magyarországi zsidó vezetőket mindenféle szivárvány színeikkel, mert ugye nagyon sok fajta van, mind ahogy ma már erről valami műsorban szó volt róla, hogy ne hagyják parlagon heverni azokat a 60 év feletti Doenneket sem, akiknek azért van mit mondani, úgyis mint kántor, főkántor, meg úgyis mint főrabbi. Ennyit erről. Akkor bármicvóról, itt egy szerző írt saját gyermekeiről, a két ikerről. Igen. Na most a Gordon Gáborról van szó. Az Életmenet Alapítvány. Na most nekem különösen kedves az ő személye és a szervezete. Az egyetlen zsidó szervezet Magyarországon, amelyik a túlélőkkel törődik, a túlélőknek az akkori élményeit örökíti meg, különböző életmenetekkel, Auschwitz-i zarándokúttal, Jeruzsálemi zarándokúttal, tehát az egyetlen szervezet, amelyik erre épül. Skajak nekik, ugyanakkor azért el kell mondani, hogy a magyar költségvetés cím során vannak rajta, tehát nem otthonról hozott pénzből, ugyan izraeli alapítású, izraeli logikával, eszmével, világnézettel, és a mazsök is támogatja. Maradjunk abban, most már névtelenül, no name, bár minden szervezet a költségvetését arra költeni, amire az életmenete, tehát úgy költeni el. Nálam az életmenete kiváló helyen szerepel, és amikor tudjuk, hívjuk őket. Nagykövet úr, akartál mondani valamit? Nem, köszönöm szépen. Félreértés ne essék, nem zsidó lapszemlét tartunk, de hát két hetenként megjelenő újság, ami tele van tartalommal. Nagyon érdekes, Péter, és megint hozzád fordulok, illetve mindannyiotokhoz. Te kedveled a kütyüket is, meg nem is kedveled a kütyüket. Mit értünk kütyük? A járvány idején is itt voltál velünk, úgy, mint Seres Attila, akinél a járványnak nincs vége még, de ő valamit tud, mert a járvány már kopog az ablakon. A rabbik előszeretettel használták ezeket a kommunikációs csatornákat, aminek egyetlen hátránya van, hogy nem lehet belebeszélni, amikor te beszélsz, mert az egyik kisüti a másikat, erre majd Attila talál egy megoldást nekünk, hogy tudok beleszólni, újra kérdést föltenni a mekegi makogó válaszadónak. Tehát az a kérdésem, hogy tudtad megoldani a kiládat, a Tököli úti közösséget ennélkül? Röviden, ja, sehogy. Röviden válaszolva. Tehát akkor ők elpártoltak tőled addig? Nem, vagy? Nem. A közösség korosztály összetétele hasonló az én koromhoz, tehát a kütyüknek csak egy eléggé alap részét használják, tehát az, hogy Zoom,
ez megvalósíthatatlan volt. A Skype az meg megint mást feltételez, úgyhogy nem volt online találkozás. Én közben, ha már technikáról van szó, akkor technikai kollégáinktól segítséget kérek, mert Attila arcába megjelent egy felirat, amit innét nem tudok elolvasni. Gondolom annyi, hogy valami kütyűnek az elektromossága elfogyóba van. A hiba nem az ön készülékében, a régi retro. Péter, te közelülsz Attilához, mi van a képernyőre írva? Köszi. Egy gyors szemüvegcsere, és már is kiderül. Jó, hát ez, ó, hát ez nem, baj, az nem olyan egyszerű. Nem baj, pillanat, maradjál csak Attila. Alacsony töltöttség. Alacsony töltöttség. Akkor az azt jelenti, hogy gyorsak legyünk. Zoli, Dani, Tomi, alacsony töltöttség, úgyhogy gyertek és dugjatok valamit valahova, és az megoldódik. Ez időtájt Magyarországon országszerte mindannyiunknak teszem fel a kérdést. Emlékeznek a II. Világháború áldozataira, emlékezünk és emlékeztetünk. Így pandémia idején, mert azért még van, ugyanolyan sokan megjelennek, vagy ma már nem divat elmenni ezekre a jorcájtokra? Bocsánat, azért pontosítsuk, nem a II. Világháború áldozataira emlékezünk. Hát ezek az emberek, akikre most emlékezünk, ezek nem a II. Világháborúban haltak meg, hogyha jól tudom, hanem a népirtás áldozatai lettek, nem? És az mikor volt? De nem a háborúnak az áldozatai voltak, hanem a népirtásnak az áldozatai. A háborúnak az áldozatai az, akiket lebombáznak, az, akiket lelőnek, meg ilyesmi, akiket tendenciózusan... Akkor úgy néz ki, hogy valami külön utakon, külön sineken robogunk. Főrabbi úr, segíts nekem! Én tudom jól, vagy csak filozófiai különbségek vannak Attila és közöttem. Ezeket úgy hívják, hogy emlékezés mártírjainkra 2. A Mazsihisz honlapján olvasható, hogy országszerte mikor éppen hol emlékeznek, kire emlékeznek ilyenkor. Na most miután ez zsidó televízió, el kell kezdenem drénolni. Rajta. Így. Így Achremből jön, igen. Miután... Nézőink biztos tudják, hogy mi az, hogy Achremből, ezért nem kell zsidónak persze, venni, ezt tudják. Egy egyiptomi lap, igen. Al-Achrem. De most az az egyiptomi lap, igen. Igen. A hivatalos álláspont nem a zsidó, tehát a kormány nem csak azóta, ugye hivatalos álláspont szerint magyar embereket írtottak ki Auschwitzba, akik zsidó vallásúak voltak. Egy. Ha nincs II. Világháború, alig ha történik ez meg. Következésképpen, akárhogy is van, én személy szerint a II. Világháború áldozatainak kell, hogy tekintsem őket, mert a fronton, tudnillik, a hadsereg kezébe fegyver volt. Auschwitzban nem volt fegyver az áldozatok kezében. Meg a zsidó munkaszolgálatosok kezébe sem. Igen. Tehát kénytelen vagyok az Attilától eltérő módon úgymond értékelni a történteket. Nagykövet úr, van-e valami hozzászólni valód? Én azt gondolom, hogy most nem azért mondom, mert diplomatikus kell, hogy legyek, hanem minden kettőnek igaza van. Hát az hogy igaz, lehet hogy... mind a kettőnek igaza? Neked is igaza. Ezek ilyen nagyon salamoni válaszok. De miért ne lehet? Hát én szívesen vagyok salamoni, hogyha ahhoz hasonlítanak nekem, az jól esik. Köszönöm szépen. Szóval én azt gondolom, hogy valóban ezek ugye a háború áldozatai voltak abban az értelemben, hogy a háborús körülmények nélkül ez a népirtás nem következhetett volna be ilyen formában. Ugyan voltak azért népirtások, amikor nem háború közepette volt, de én azt gondolom, hogy ez nagyon csatlakozik a II. Világháborúhoz, hiszen ugye ezeknek a zsidóknak a nagy részét Németországon kívül a háború folyamán elfoglalt területekről deportálták. De az is igaz, hogy azt gondolom, hogy nagy hiba lenne ugyanazon a napon, ugyanazon az oldalon említeni azokat, akik a fronton meghaltak katonák harc közben, és azok, akiket ilyen undorító módon legyilkoltak. Szóval összekeverni azért nem célszerű a kettőt. Attila jelezte, én meg ilyen közel-keleti módon visszajeleztem, hogy régá. Tiéd a szó, csak én közben itt nem kapok levegőt, mert
Az ötödik oldalon egy nagyon érdekes cikket találtam, de előtte Attilát illeti meg a szó. Igen, Attila. Remélem, nem akarsz egy ellen mondani a rabbinak. Én azt gondolom, hogy ezen érdemes elgondolkozni, és talán érdemes akár közéleti vitát is nyitni róla. Nekem 100%-ig az a meggyőződésem, hogy tulajdonképpen az egész második világháborúnak ez volt az alapvető célja, hiszen miért indított támadást? Nem a szovjetek ellen indított támadást, hanem a zsidó kapitalizmus ellen, a zsidók által kitalált... De nem a zsidó kapitalistákat nyírta csak ki, hanem az egyszerű zsidó házmestert, meg a koldus. És a háború nélkül is kiirtotta volna a zsidókat, vagy legalábbis valamilyen módon megszabadult volna tőlük, hiszen ez volt a deklarált célja. És akár a háború helyett, vagy akár a háború után, hogyha véletlenül győzött volna, akkor is ezt megtette volna. Úgyhogy ezért én egyáltalán nem gondolom háborús áldozatoknak az elpusztított zsidókat. A munkaszolgálatosoknál ott felmerül természetesen a háborús áldozatnak a kérdése. Még a Magyar Honvédség is elismeri. Azért annyit hadd tegyek hozzá, hogy... De például a BALF-nál lelőtt nyilasok, vagy helyi, nem is tudom kik által lelőtt, magyar katonák által lelőtt zsidó munkaszolgálatosok sem tekinthetők ilyen értelemben háborús áldozatok. Hát hogyha nem lettek volna munkaszolgálatosok, és nem lettek volna ott, akkor nem lőtték volna le őket. Én a második világháború áldozatait azért tartanám jobb kifejezésnek, persze lehet, hogy tévedek, mert ezzel ezt az egész kérdéskört egy kicsit kiemeljük ez csak a zsidók problémája témakörében. Mert azt mondjuk, hogy a holokauszt áldozatai, ami persze tény, akkor ezt az egészet benne hagyjuk a szokásos zsidó közegben. És azért ez nem egy zsidó ügy volt. Igen, ezért mondom, hogy csak mi voltunk az áldozatok legnagyobb számban. Az univerzalizmus és a partikuláris megközelítésnek a kérdése, és ez valóban egy nagyon fontos kérdés, hogy bele akarjuk-e mosni az összes többi áldozatnak a kérdéskörébe a zsidókat, és azt mondjuk, hogy nem hogy magyarokat, hanem embereket öltek meg, vagy igenis külön tekintettel vagyunk arra, hogy zsidókat öltek meg. Hát én nem tudok eltekinteni attól, hogy ennek az egész náci mozgalomnak a felemelkedése és célja az egyáltalán nem az emberek ellenében irányult, hanem konkrétan a zsidók ellen. Nem tudom, túlélőként nyilván félreértem az Attilát. Csak érj a képernyőhöz, finoman, érzéssel. Nagyon jó. Attila azt mondta, hogy nem is kell háború ahhoz, nem kellett volna, hogy a zsidókat kiírtsák. Jól értettem? Igen, ezt mondta, igen. Hát ez megnyugtató 76 évvel az háború után, hogy akkor nem is kell háború hozzá. Köszönjük. Hát. Lehet, hogy vagy megszabaduljanak a zsidóktól, hiszen hát pontosan tudjuk, hogy volt kitelepítési program. Hát a 1938-ban még hol volt még a háború, amikor már az Eviáni konferencián a világnak a népeit arra kérte meg Hitler, hogy vigyék innen a zsidókat. Szóval azért ne keverjük már a dolgot. Azért egész más, hogy vigyék innét a zsidókat, vagy totálisan kiirtani őket iparszerűen. Nem egészen más. Attila, a vitát lezártuk, de mind ahogy mondtad, ez megér egy közéleti vitát. Ezt a Neokon, illetve az Új Élet hasábjain lehet folytatni. Köszönöm, és akkor már is tovább mennék. Az Új Élet 5. oldalán teljes meglepetés. Látják, hogy meg vagyok lepődve. A Breuer Press tollából a Hallyad Izrael adásában is elhangzott interjú. A Szeretett Kórház modern körülmények között is marad ugyanolyan, mint eddig. Interjú Valastyán Lászlóval a Heti TV Pirkadat című műsorában. Köszönjük főszerkesztő úr a támogatást. Tessenek nézni a Pirkadatot, és hallgatni a Hallyad Izraelt, és olvasni az Új Életet.
felszabadító segítség érkezett ahhoz, hogy Attilát ne némítsuk el, mert még lehetne, hogy valaki azt hinné, hogy ez a cenzúra, hogy szándékosan elhallgattatunk, eltüntetünk, pedig semmi olyat nem mondtál, csak másképp magyarázott világnézetedet, pedig ugyanazt gondolod, amit a főrabbi úr, meg mi mindannyian. És akkor most el kell, hogy mondjam önöknek, hogy lélegeztőgép gyártók a Váci zsinagógába látogattak, és ezzel már-már be is fejezném a lapszemlét, de nem tehetem, mert Morivő rabbiról egy nagyon érdekes cikket, rabbi képző a 70-es években, Mihályfi Balázs civil hetesnet, nem tudom az micsoda, minden esetre csak nagyon pozitív lehet, hisz Sejber Sándorról emlékezik meg. Majd merre visz a zsidó egyetem nemzetközi útja teszi föl a kérdést a cikk írója, és itt érdekes említés van az egyik most felavatott rabbinőről is, akit New Yorkban avattak rabbivá, dr. Vető Ágnes ortodox rabbi lett. Erről viszont olvassák el a Breuer Press New Yorki tudósítójának az interjúját és beszámolóját, de ugyanakkor a neológiai rabbi között, neológ rabbi között szóló vitákról is érdemes olvasni, Fröhlich Robert kontra Finali Gábor, és így tovább. Tudsz erről nekünk valamit mondani, főrabbi úr? Hogyne, ez a két rabbi, az egyik tűz, a másik víz, vagy mi történt? Ez egy interjú a rektor helyettessel, aki... Mind a kettővel. Akkor egyik rektor helyettessel, ha kettő van, aki beszámol arról, hogy örül neki... Az egyik Balázs Gábor, a másik meg Bíró Tamás. Ez a Bíró Tamás, ha jól emlékszem, ő mondja itt, hogy örül, hogy nem egységes a neológia, és két olyan markáns valaki tanított, mint Finali Gábor és Fröhlich Robert. Kvázi, mintha ezek ellentétek lennének közöttük, a vallási okokban. Csak az ellentétek, nehogy kilőjék egymást. Jó, megújul és kibővül a miskolci zsidó imaház. Erről is olvashatunk, és azt hiszem mindent megtettünk. És itt van természetesen egy ortodox zsidó családból való büszke magyar zsidó is, aki véletlenül, vagy nem véletlenül a Tököli úti zsinagóga rasekolja, aki nemrégiben éppen televíziónknak is nyilatkozott arról, hogy lesz-e zsidó turizmus. Ennyit az új életről, és akkor térjünk vissza a jelen életben. Azt mondta a nagykövet úr, hogy sokan nézik a külpolitikai kitekintődet, ami egy nagyon érdekes műsor, és aktualitásokkal is szokott foglalkozni. Az egyik legutolsó, egyik műsorod, ami mostanába került, a modernkori háborúkról beszélt, amit nem fegyverekkel, hanem tasztatúrákkal vívnak meg. Erről, ha mondanál nekünk pár dolgot, és hogy mennyire van ebbe benne Izrael, és egyáltalán, vagy hol tartunk, hisz két nagyon érdekes vendéget volt. Azért annyira nem vagyok szerénytelen, hogy csak a saját műsoromat említettem volna, a világzsidó szemmel és a pirkadat is benne van ezek között. Izrael két szempontból is fontos szerepet játszik abban a kiberháborúban, egyrészt mint aktív, másrészt meg aktív szereplő. Közben Attila lecserélte a macskát kutyára. A madarakat egy másik kazettát, ebben most a kutyust hallhatjuk. Szóval Izrael célpont is, meg aktív résztvevője is a kiberháborúnak. Ugye a célpont de pozitív résztvevője, nem? Hát attól függ, kinek mondjuk az irániak számára biztos nem pozitív. Hát de azt védekezésben azért hívjuk IDF-nek, Izrael védelmi hadserege. Igen, de ettől még az irániak azt nem fogják azt mondani, hogy Izrael ez önvédelmet folytat. Majd Attila erre mindjárt reagál, majd amikor befejezte. Nem reagál, mert most addig fogok beszélni, amíg nincs vége a műsornak. Szóval, szóval azt gondolom, hogy Izrael nagyon fontos szereplő, és nagyon, nagyon hatékony szereplő. Tehát a védekezés szempontjából is meglehetősen kemény dió mondjuk egy komolyabb izraeli
kormány weboldalt föltörni, viszont Izraelnek az aktív részvétele is nagyon fontos, ugye átláttuk a műsorban, éppen erről volt szó, hogy hogyan lehet mondjuk iráni célpontokat megbélyítani. Nézőink, akik ebben érdekeltek, azok a YouTube csatornánkon megnézhetik ezt? Így van, ugye tehát ugye ezt persze az irániak tagadják, de attól én azt gondolom, hogy nyugodtan elfogadhatjuk, hogy ezeknek ha nem is akarják az izraeliek nyilván megerősíteni. Ugye ez egy fontos új hadszíntér, hogy úgy mondjam, nagyon nehezen követhető nyomon, hogy ki mit csinál és hogyan a jogi szabályozása, a nemzetközi jogi szabályozása, ugye a nemzetközi jog egyébként sem a legkikényszeríthetőbb része a jognak. Ugye ez a része meg aztán nagyon kevéssé van egyáltalán szabályozva még, és hát én kételkedek benne, hogy ezt hatékonyan lehetne is szabályozni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes terület, és egy nagyon hogy mondjam, hatékony hadviselési mód a mai világban. A kiberháborúról most nem fogom kérdezni M. Kende Pétert, aki Balassagyarmat mellé ment nyaralni 25 kilométerre, és még egy laptopot sem tudott magával vinni, hanem kérdezem Seres Attilát, hogy ez a kiberháború tulajdonképpen, ha valaki elér valami eredményt, akkor miért nem büszke arra, hogy elér, vagy olyanokat is bizonyos országoknak tulajdonítanak, amiknek akár semmi köze nem volt hozzá. Most az a helyzet, hogy... 2 percet van, 1,5 perc a válaszra. Hát igen, de ez egy nagyon fontos kérdés, fontosabb, mint aminek elsőre tűnik. Ez egy stratégiai kérdés, a háborúnak a kérdése. A nyílt háború az, amiben a sikereket valamiképpen demonstrálni kell, tehát amikor valamit sikerült lebombázni, valamit sikerült elfoglalnom, vagy ilyesmi. De itt most egy egészen más stratégiáról van szó. A modern háborúk nem ebbe az irányba mennek, nem lebombázzuk és elfoglaljuk. Ezek nem alternatívák, tehát mind a kétféle háborúnak van legitimitása. Éppen most nemrég jelent meg nálunk egy cikk a Neokonon arról, hogy ez a Sun Tse nevű kínai stratégának már 2,5 ezer éve megjelent egy műve, aminek az a cím, hogy a háború művészete, és ez pontosan ugyanezt a stratégiát tárgyalja, hogy hogyan tudunk úgy bejutni az ellenségnek a rendszerébe, hogy a lehető legtöbb kárt okozzuk, és hogy a lehető legjobban eltitkoljuk, hogy mi voltunk azok. Tehát itt kapcsolódik össze az egész digitális hadviselés. Értettem, technika, köszönöm. És hogy, akkor hogy most... Ez is fontos, hogy ne derüljön ki, hiszen hogyha kiderül, hogy mi voltunk, akkor vissza tudják fejteni azt is, hogy hogy csináltuk, és legközelebb nem fogjuk tudni megcsinálni. Köszönöm. M. Kende Pétert akkor... Köszönöm, Attila. M. Kende Pétert akkor most nem a kínai TikTokról és az amerikai elnökről fogom kérdezni. Mondd búcsú mondatait, téged illet meg, mert ma te... miután fáradt vagy a hosszú nyaralástól, téged illet meg az első búcsúzás. Az első búcsúzás ezen a héten én nagyon-nagyon fogom nézni az izraeli eseményeket, mert ugye olvastam, hogy a tüntetők már Bibi Svájzában vannak, ami egészen kiváló cím volt valamelyik honlapon, és ezen kívül, és most nagyokat kacsingatok a főrabi úrra, egy sarkos beszélgetésre készülök pénteken a Pilpulban. Az egyik legnézettebb műsora a Heti Televíziónak, ahol azt mondják, hogy amióta te okoskodsz ott egy rabbival, de mindig leüti a labdát, de hát próbálkozzátok. Ez egy játék nálunk. Ez egy játék. Azért most a nézők nem biztos, hogy tudják, miért sarkos beszélgetésre. Te fogod elmondani. Ékev heti szakaszról lesz szó, Ékev a sarok, tehát sarkos. Így a szójáték. Hát ez a heti szakasz sem semmi, ami már így kezdődik. Nagykövet úr, mit válsz a jövő héttől, amiben már benne vagyunk? Sőt, a Luak szerint már a hét második napján vagyunk. Én abban bízok, hogy nem beszéltünk róla, abban bízok, hogy azért hamarosan megszületik a megállapodás az Európai Tanács és a,
az Európai Parlament között. Van egy rossz hírem, biztos, hogy meg fog születni. De én azt mondtam, hogy hamarosan. Hát meddig lehet ezt húzni? Ebben meddig lehet húzni. Mi van még? Mi lesz benne a megállapodásban? Hát ez jó kérdés. Az a tuti. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként bizonyos összegeket meg fognak emelni környezetvédelemben. Köszönöm, nagykövet úr, hogy itt voltál, és most következik Kardos Péter főrabbi úr. Pandémia, arról keveset beszéltünk. Megmondom, hogy mi kelt hány ingert bennem ebbe a témába. Az, hogy a világ urai elhatározták, hogy a gazdasági élet az a legfontosabb, utána jön az emberek élete. Teljesen jó döntés, hiszen ahogy az Attila megfogalmazta annó, éhhalál lenne a vége, ha a gazdasági élet nem indulna be. De könyörgöm, akkor szemforgató, álszent módon ne mereszik a világ urai a szemüket az ég fel, és meg egyre szaporabb, egyre több ember hal meg, egyre több ember betegszik meg. Mondják, mintha semmi kapcsolat nem lenne a lazítás és a járvány között. Kedves nézőim, ezzel a végszóval arra kérem önöket, vigyázzanak magukra, tartsák a meg világ a... világ ura az örökké való, azt ne felejtsük, nincsenek a világnak urai. Ez nem is lehet kérdéses. Annál is inkább, mert az elmúlt heti szakasznak a sömá volt a lényege, úgyhogy aki nem tudja, az visszanézheti. Attila, gyere ki, majd elintézzük ott. Igen, tehát mai műsorunk vendége volt a sokszorosan fő Kardos Péter, itt volt velünk Seres Attila is, és természetesen Gyarmati István nagykövet is itt volt, és nyaralásból kicsit fáradtan, kellőképpen lebarnulva, dús haja nélkül itt volt velünk Emkende Péter is. És természetesen én sem jártam a fodrásznál, mert teljesen fölösleges. Öröm volt önökkel lenni, viszontlátásra holnap reggel, de addig is, aki nem tud aludni, további jó tévézést. Egy kérés van, csak halkítsák egy kicsit lejjebb készülékeiket, hogy a szomszédaik, ha csak nem kíváncsiak a műsorra, aludni tudjanak. A viszontlátásra.